Jó estét kívánok, köszöntöm Debreceni Józsefet, a Demokratikus Koalíció alelnökét. Kőszegi Zoltán, a Fidesz országgyűlési képviselője, egy erdélyi rendezvényen 8 éven belül Trianon 100. évfordulóján aktuálisnak nevezte a békeszerződés revízióját. Ezt a kijelentését a Fidesz szóvivője magánvéleménynek minősítette, majd a külügyminisztérium is azt hangsúlyozta, hogy nem tükrözi a kormány álláspontot. Ön viszont kiadott egy közleményt, ami szerint ez tökéletesen tükrözi azt a kalandor politikát, amit a Fidesz hosszú ideje folytat a határon túli magyarokkal kapcsolatban. Igen, hát egyfelől nyilván nem kell túl komolyan venni ezt a dolgot, hiszen hát egy a dabasi polgármester, aki szakmájára nézve súlyemelő szakedző, tehát hogy mondjam, ebbe a kérdésbe kívülállnak tűnik. Hát akkor nyugodtan fitoktathat erőt. Igen, de hát másfelől visz, meg hát nyilvánvalóan a kijelentés komolytalan, főleg ugye ahhoz kötötte, hogy addigra úgy megerősödik Magyarország mindenféle tekintetben, és hát most... Meg a Fidesz. Meg a Fidesz most éppen az ellenkező irányba halad az ország is, meg a Fidesz is. De hát annyiban mégis komolyan kell venni, hogy egy országgyűlési képviselőről van szó, aki a kormányzat része, nem a kormány, hanem a kormányzat. A Csurka esetében, ha még élne, azt mondanánk, hát ez az írói munkásságának a része. Igen, hát ezt még MDF-es koromban hallottam annak idején én is. Igen, de hát szóval itt ugyanakkor ez beszédes a dolog, hogy ott van egy jobbikos alelnök, tehát annak a versenynek a részeként került erre sor, ami régóta zajlik már. Na de hozzáképest Balczó Zoltán higgadtabb volt, bár igen, Tamás hát Gáspár Miklós tegnap azt mondta, hogy ő is azért mondott ott valamit, de ő nem tudja egész pontosan, de azért ott is elhangzott Balczó részéről is. Igen, hát ez a dolog pikantériája, hogy a jobbikos azt mondta, hogy ennek nincs semmilyen realitása a mostani világpolitikai helyzetben, lehet, hogy hozzátette, hogy igény az volna rá, vagy gondolta. De hogy tényleg szóval zajlik a nemzeti érzelmeknek a fölkorbácsolása, a szélső jobboldali szavazókért folyik a verseny, és hát kifejezetten belpolitikai célokból folytatja a Fidesz azt a általam kalandor politikának nevezett játékot ezekkel a nemzeti érzésekkel, ezekkel manipulál, ami hát először nagyon durván a 2004-es népszavazás kierőszakolásával volt megfigyelhető, ugye, amit el ne felejtsünk, hogy Patrubány Miklóssal és Türmer Gyulával közös akcióként a kórház privatizációval együtt művelték. És hát a kettős állampolgárság, meg a szavazati jogadása az ezt igénylőknek, ez nyilvánvalóan szavazatszerző céllal születik, és hát ebbe a közegbe, ebbe a légkörbe nem véletlen, hogy hát, hogy mondjam, ez az ember valószínűleg őszinte volt nekem, az a meggyőződésem, valamennyire ismerve. Azt mondta, mi a szívéből jött? Igen, tehát Orbánék meggyőződésem, hogy hideg fejjel manipulálnak ezzel az üggyel. Ez az ember, ez valószínűleg őszintén. Talán Kövérnek az érzelme is őszinték ezen a téren, aki... Na de hát hogy ugyancsak... képzelik ezt a trianoni visszaállítást? Szóval, hogy majd lerohanjuk Romániát, és visszaszerezzük a területeket, vagy majd elérjük azt, hogy visszacsatolják, ahogy annak idején Hitlernél elértük, hogy visszacsatolják, vagy és bevonulunk Kolozsvárra, és azt mondjuk, hogy Kolozsvár visszatér. Szóval hogy képzelik el a gyakorlatban azok, akik a békeszerződés revíziójában gondolkodnak? Jó, hát ez most egy ember, aki ezt mondta, nyilvánvalóan ennek semmiféle... De Magyarországon ennél sokkal több ember van, aki így gondolkodik. Ja, persze. Tehát hát, ő nem egy magányos farkas, aki ezt így megfogalmazta. Hát ezek érzelmek, amikkel manipulál a Fidesz. Az jellemző egyébként, ami ugye elhangzott, hogy a magánvéleménynek minősítette a Fidesz szóvivő, a Selmeci Gabriella, a külügyminisztérium pedig azt mondta, hogy ez nem tükrözi a kormány álláspontját, de nem mondták azt, hogy ez veszélyes, és ez egy olyan kijelentés, amitől elhatároljuk magunkat. De azt akarom mondani, ne várja azt, hogy elhatárolódnak. Orbánik soha nem határolódnak el. Ezt a szót, hogy elhatárolódás, azt hiszem, egyszer Orbán egy interjúban meg is mondta, hogy ő ezt nem szereti. Ő nem fog elhatárolódni. Mert azoknak a szavazóknak a megnyeréséről van szó, amiről az elején beszéltem, amiért a Jobbikkal folyik a versenyfutás, világos. És a persze román kormánykörökben is nyilván visszhangot vert az ügy, tehát azért van komolysága a dolognak. Na most a másik, ami talán ennek a, nem azt mondom, hogy egyenes folytatása, de hát mégis valamiféle kapcsolódási pont csak van. Megjelent ma Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettesen egy terjedelmes interjú a Népszabadságban, amiben a következőket válaszolja Semmilyen Zsolt a riporteri kérdésre.
amely a szlovákiai állampolgársággal kapcsolatos, pontosabban a szlovákiai magyarok magyar állampolgárságával. Azt mondja, ha átjönnek a szlovákiai magyarok Magyarországra, és bármelyik önkormányzatnál beadhatják a kérelmüket, akkor meg is kapják az állampolgárságot, mi pedig nem adunk ki semmilyen információt Szlovákiának. Azt kérdezi az újságíró, Csuha Ildikó. Arra biztat, hogy a szlovákiaiak titokban kérelmezzék a magyar állampolgárságot. Hát ez nyilván nem elegáns dolog, de vannak kényszerhelyzetek. Ezért én, mondja Semjén, felelősségem teljes tudatában ezt ajánlom a felvidéki magyaroknak. Hol van erre példa a világ diplomáciájában, hogy egy kormány fő helyettes azt mondja, hogy jöjjenek át, aztán titokba vegyék föl, mi meg nem szok, befogjuk a szánk. Hogy hol van ilyen? Hát hol vannak, hogy mondjam, hasonló kaliberű kormányfő helyettesek még a világban. Én végigolvastam ezt a Semjén interjút, mert hogy hát szóba került, hogy erről is beszélni fogunk. Egyébként valószínűleg nem tettem volna meg, de hát ezzel nem akarom persze leértékelni Semjén Zsoltot, de hát ez tragikomikus. Ugye az egyik fontos érv az, hogy a lelki összetartozás, a nemzeti újraegyesítés, stb. Stb. Itt megint csak kibújik a szög a zsákból, hogy a szavazat nyerésen túl, hát ilyenfajta szimbolikus hatása nyilván nem lehet egy olyan állampolgárságnak, amit titokba kell itt sutyomba fölvenni, és a legnagyobb titokba tartani ott Szlovákiában. Tehát ez mindazokat a erkölcsi és nem tudom én milyen lelki dimenziókat abszolút nélkülözi. Hát szomorú, hát tragikus szerintem a dolog. Nem amellett, hogy szó. Hát aztán én már tovább megyek, hogy elgondoltam, hogy majd amikor ezek a sutyomban állampolgárságot felvett szlovákiai magyarok majd a 2014-es választáson ugye majd átjönnek szavazni, akkor azért lehet, hogy föltűnik, hogy mi nagy számban jelennek meg a szlovák-magyar határátkelő helyeken ezek az emberek, akár vonaton, akár gyalogosan, akár kocsival, akkor lehet, hogy ott, mit tudom én, egyszer csak a szlovák határőrök ott megkérdezik, hogy maga kicsoda, miért tetszik most éppünk ma, délelőtt, vasárnap átmenni, szóval ennek is lehetnek ilyen, hát mert annak ellenére például, hogy Schengen van, annak ellenére például, amikor a Ferihegyről az ember manapság elutazik Angliába, akkor van útlevélkezelés. Hát a szlovák-magyar határon momentán nincs ilyen, én nemrégiben jártam. Momentán nincs. De én 2014 tavaszáról bizonyára beszélek. Majd levélben is lehet szavazni, úgyhogy ez valahogy megoldódik. Aha, hát ha csak úgy nem. Na most, ha már a választásokat érintettük, ugye megjelent most a Haza és Haladás Alapítványnak ez a tanulmánya, amelyről már több politológus és pártember is kifejtette a véleményét, amely ugye két lehetőséget kínál fel a Fidesz legyőzésére, az egyik egy új választási párt létrehozása, a másik pedig a meglévő demokratikus ellenzéki erők összefogása. Mi a szimpatikus ebben a két alternatívában, vagy a két alternatíva közül a demokratikus koalíció számára? Igen, hát tulajdonképpen három lehetőséget latolgatnak ők szigorúan, hogy mondjam, technikai vagy szakmai alapon, tehát mindenféle pártpolitikai megfontolástól mentesen. Az egyik, hogy közös jelölteket állítani és közös listát állítani, úgyhogy a pártok megőrzik egyébként az önállóságukat, és rajta van a pártnév meg a pártlogó a közös jelöltek neve mögött. A másik ez a nagyon szoros a választási pártot létrehozni, ami viszont azzal jár, hogy tulajdonképpen eltűnnek a lehetséges résztvevő pártok, és a leglazább a harmadik, hogy megosztoznak tulajdonképpen, nem közös jelölteket állítanak a demokratikus ellenzéki pártok, hanem ugye 160 egyéni választókerület van, és akkor hát nyilván a támogatottságnak megfelelően úgy osztják meg az indulást. Ez a legproblematikusabb. Most azért igen, nagyon... de hát az a helyzet, hogy azért végül én azért mondtam kettőt, mert a választási párton kívül az mind a kettő az összefogásról szóval hát vagy így összefogunk, vagy úgy összefogunk, a harmadik, meg aztán tényleg iszonyatosan összefogunk egy új pártba, de hát annak gondolom nem igen ad hitelt, vagy annak, vagy túl sok esélyt. Hát a legfőbb ellenérv azzal szemben az, hogyha
hogyha egy párt, még egy választási párt keretei között is indulna a demokratikus ellenzéki pártoknak a összefogása, akkor egy frakciót alakíthatnak, tehát akkor teljesen, tehát a későbbi parlamentben is hát megszűnne az önállóság, tehát ez nem valószínű. Azért nagyon jó ez a tanulmány, mert ahogy mondtam, kizárólag választás technikai, szakmai alapon, a választók körzetek szociológiai területi fölmérése alapján a mandátum elosztó technika vizsgálata szerint nézték meg azt, hogy hogyan lenne a legnagyobb matematikai esély, ha úgy tetszik, a Fidesz legyőzésére, és ilyen alapon jutottak erre a következtetésre, hogy ugye van még egy elméleti lehetőség, hogy valamelyik ellenzéki párt, ugye a Jobbikot azt nyilván nem számítjuk ide, valamelyik ellenzéki párt, momentán ugye az MSZP tűnik erre leginkább esélyesnek, hát olyannyira megerősödik, annyira kiemelkedik a többiek közül, hogy tulajdonképpen egymagába képes megnyerni a választásokat. Az MSZP politikusok nyilatkozataiból most, hogy a közönkutatások némi javulást mutatnak, hát lehet erre következtetni, hogy tulajdonképpen ilyen reményeik vannak. Ez azért nagyon jó ez a komoly tanulmány, mert részletesen a szavazatszerzés mindenféle oldalát megvizsgálva hát igazolja azt, hogy ahhoz olyan mértékű lefedettség kellene, és nem csak a hagyományos baloldali kerületekben, hanem mindenféle vonatkozásban, hogy az összefogás egészen biztosan tud ehhez plusz szavazatokat igen, hozni. Hát ugye megkülönböztetnek visszabillentendő területet, megszerzendő területet, és a többi, és a többi. Igen, most... és hát bocsánat, még valami nagyon fontos, hogy hát a mai helyzetben egy egyszerű kormány többség megszerzése, az tulajdonképpen olyan, amivel semmire nem megy az ellenzék, hiszen jó tudjuk, hogy olyan... Hát valamire azért menne, de... Hát nem menne semmire. Nem mondom, hogy olyan alkotmányos konstrukciót, mert ez nem alkotmányos konstrukció, egy olyan közjogi csapdarendszert alakított ki a Fidesz, hogy sima abszolút többséggel a parlamentben nem lehetne kormányozni, hiszen kétharmados körbe raktak minden hagyományos kormányzati területet, és hát az összes egyéb intézmény pedig általuk van megszállva a köztársasági elnöktől, amit tudom, a számvevőszékig. De azért, hogy ez milyen nehéz, ugye itt vannak a jobboldali adottságú egyéni választókerületek, amit mindjárt teljes képernyőben is igen, itt most láthatnak. Ugye itt azért a baloldali adottságúak nagyon szűken vannak, elég jelentős a visszaszerzendő hárompólusú, meg hát az igazi nagy falat azok a jobboldali, a narancssárgával jelölt jobboldali adottságúak. Ezeket meghódítani, átbillenteni, visszaszerezni elég nehéz. Még akkor is, ha Fidesz elvesztette szavazótáborának közel 60%-át. Igen, több mint a felét, és hát a fél időn alig vagyunk túl. Nem lehet most azt hiszem, hogy ilyen értelemben ítéletet alkotni, vagy egyáltalán esélyeket latolgatni, mert kiszámíthatatlan, hogy milyen lesz a közhangulat addigra. De azt mindenképpen igazolja ez a tanulmány, hogy a győzelemnek az esélyét egyszerűen technikailag növeli, sőt, olyan számítások is vannak, hogy a résztvevő pártok egyenként is több mandátumhoz jutnának, mint hogyha külön akármilyen jó eredményt érnek el.